Na sziasztok srácok, Jussu vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, ahol is nem más videót fogunk nézni, mint egy nagyon-nagyon para videót, legalábbis nekem nagyon para videót, ugyanis olyan embereket fogok most megmutatni nektek ezekben a videóban, vagy ebben a videóban, akik baromi magasra fölmentek, és nem paráznak. Most rólam azt kell tudni igazából, hogy aki egy kicsit jobban ismer, az tudja, hogy nekem elég durván tériszonyom van, és nem nagyon bírom a magaslati dolgokat, sőt, ezektől a videóktól is egyébként herótot kapok, úgyhogy nem tudom, hogy fogom ezt bírni, komolyan mondom, mert egyszerűen ettől rosszul vagyok. Rosszul vagyok attól a gondolattól, hogy valaki fölmegy csilliárd méter magasra, és utána egyszerűen érted? Le se szarja, hogy mi van, egyszerűen csak sétál ott a házak között, ugrál, bukfencezik, kamerázza magát, meg mit tudom én. Én meg itt hallod, higanyra fosom magam az asztal előtt. Na mindegy, úgyhogy nézzük meg ezt a videót, kíváncsi leszek a véleményetekre. Megkérek mindenkit, hogy akinek tetszik ez a videó, mindenképpen nyomjon majd egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogyha szeretnék, szóval szeretnétek még ilyen tartalmakat látni. És hát nézzük meg a videót. Na nézzük! Kicsit lejjeveszem a hangot. Jó van, kösz a reklámot, tesó! Ez nagyon beteg. Jó, az igen! Ne! De miért? Azt a rohadt! De nem már! Hallod? Ide a rozsdás bököd, gyerekek, esküszöm forrag a gyomrom. Én ezt nem bírom. Tehát ez nagyon durva. Azt a rohadt! Gyere már le onnan, te hülye gyerek! Ugye nyakon vágnálak? Uaszta, de nem... De miért? Orosz, 100% hogy orosz. És jeges, érted? Télen, amikor csúszik. Jézusom. Ne mondd már, hogy nem esik le. Csak ne nézd le, léci. Ez a leg... Annyira utá... Fúj. Ne! Hülye vagy, hiányzik ott egy darab. Atya úristen. Ezt nem lehet innen elvinni? Nem. De. Jézusom. Jó, az annyira nem parom, hogy legalább feketeség van lent. Legalábbis így videóból nézz a nem para. Hallod, menj már át! Na most a para! Most a para! Ne azt a oldalt, azt figyeld! De nem már! Képzeld azt, hogy megcsúszik véletlenül. És így beveri a fejét, és így csak azt mondom... Így pattog össze-vissza. Jó van, persze. Még izé, légy szíves, nyomj egy cigánykereket is. Ezek hülyék. De miért kell hozzá levetkőzni? Hogy ne kapjon bele a szé... Aha. Jó van, nagyon bátor vagy, haver, nagyon bátor vagy. Ezek betegek. Nem, ezek betegek. A csaját ott himbálja, érted? Mert azért leesik, hogy oké, essen le, de hogy még a csaja is. Atya úristen.
Ezeket annyira bírom, ezeket a csávokat. Én komolyan ezeket annyira csodálom ezeket az embereket, hogy nulla félelem érzettel bárhova fölmennek. Bárhova. Ez Tokió. Jézusom. Atya úristen. Atya úristen. Ez nagyon durva. Aszta, de ne! Úristen! Hallod, én már most rosszul vagyok, hogy ebbe a szarba mennek föl. De komolyan, én elképzelem mindig, hogy körülöttem nincs semmi, és hogy mindjárt leborul az egész, és himbálózik. Én ezt nem bírom. De szerintem ezt minden tériszonyos ember ezt képzeli, mint én. Áj, úristen, lehánynám. Ne, lehájnál, kiesnék a picsába. A gyerekek, én az érdi minaretten úgy megyek ki, hogy négy kézláb. Jó van, nézd meg, koszos vagy, hoztál volna kesztyűt, mint a haverod. Jézusom. És kiállsz oda. De, ne, és hogyha jön egy szél, vagy valami, érted? Tehát csak egyet, úristen. Nem szeretem. Tehát jön valami szél, vagy bármi. Jó van, haver. Hogy mutatja neki, hogy menjél te előbb, haver. Jézusom. Atya úristen. Haver. Én nem tudom, mi van veled, de én már most rosszul vagyok. De ezek a mozgások is, amikor így... Jézus. Jó, mi? Jó a szél, ott is, gazi! Raznyezni, grozniaga? Ja! Mondja a másik az egyiknek, aztán leborult. Mi az utolsó szavad az ilyen helyen? Hát, feltámadt a szél! Lord, ez a vicces is volt. Gyerekek. Milyen szeles az idő, nem? Atya úristen. Jézusom. Hallod, mennyi van még ebből? Jó van. Én ezt, ez nagyon durva. Ezek beteg, ezek nem, de ezek, komolyan ezek beteg emberek. Én nem tudom, honnan veszik ezek az erőt, a bátorságot, ezt csinálják. Oké, hogy nézettség. De hát na. Azt a rohadt. Ne! És ki áll rá? De miért állsz ki? Miért állsz ki rá? De ez hülye. Hát de az nek, hát jön egy szellőcsém, nem is kell oda szél, egy lefingi az egyik a másikat, mert árulja az oda, tényleg. És akkor így jön egy és így leesett a gyerek. Na mindegy, ezt komolyan nem tudom megérteni. Na jó, srácok, kíváncsiak a véleményetekre, írjátok le a videónak a leírásában, vagy a komment szekcióban, hogy mi a véleményetek ezekről, illetve ti bírjátok ezt, és megmernétek ezt csinálni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Illetve akinek tetszett, iratkozzon fel a csatornára, és dobjatok egy lájkot is rá. Én Jussi voltam, nem sokára találkozunk egy következő live-ban, vagy egy videóban. Sziasztok!